Úgy van, rosszul tudod, már nem a Reaper a legerősebb chili a világon, hanem a Pepper X. Ez már papíron is így van. Voltak előtte is pletykák erről, de most már papíron igazoltan a Pepper X a legerősebb. A lényeg itt ebben a videóban viszont most az lesz, hogy mi elfogadjuk ezt a tényt, hogy papíron a Pepper X most a legerősebb, mint ahogy eddig elfogadtuk azt, hogy a Reaper a legerősebb, és mindenki, aki nem ért úgy egyáltalán a csilizéshez, ő ugye csak ezt látja a különböző internetes oldalakon, hogy a Reaper a legerősebb, és akkor ő céltudatosan Reaperes termékeket keres. Na már most, itt ugyanez várható a Pepper X-el, és én ezt a videót szintén egy ilyen tudattágító videónak szánom, nem pedig egy ilyen megmagyarázzuk a Pepper X-et dolognak, mert lesz abból még biztos vagyok, hogy rengeteg, majd megmagyarázzák, hogy ez miért nem az, meg miért úgy van, meg miért nincs így, meg miért az az erősebb, és tulajdonképpen ez nem is erős. Meg egyébként is miért nem lehetett volna erősebb, meg majd mindjárt jön egy másik erősebb, és ezt lehetne sorolni reggelig. Annyira viszont térjünk ki, hogy van egy ilyen örök rivalizálás, ugye a Primo és a Pepper X-nek a megalkotója között, ugyanis mindkettő azt állítja, hogy az övé igazából a Pepper X, csak az egyik Big Mustard mamának hívja, az Ed Curry pedig Pepper X-nek. Na már most ez így nagyon nincs így, tehát lássuk be, hogy ez egy irdatlan nagy fasság, de az a lényeg, hogy itt hiába van hasonlóság, itt tulajdonképpen rengeteg hasonló ilyen mustáros, bronzos színű fajta van, zöldes, sárgás, majd ide csatolok be képeket, itt most csatolok be képeket, és akkor nézegessétek, hogy ez így néz ki, így nézett ki a bemutatón, a hivatalos bemutatón a Pepper X, tehát nem úgy, ahogy eddig lehetett látni, ezt majd most is nézegessétek közben, hogy itt mondom. Tehát az a lényeg, hogy van rengeteg ilyen színű fajta, és nagyon hasonlítanak is rá, bár azért ezekre a képekre, megmondom őszintén, nem hasonlít egyik se, úgyhogy fel kell kötni a gatyát itt a kamu embereknek, hogy hogy tévesszék meg a vásárlókat, mert de szerintem tudatosan ez a termés lett kiválasztva, mert azért tudjuk, hogy nem fog mindegyik termés ugyanígy kinézni, tehát mi se legyünk hülyék. De hogy legalább egy ilyet kellene azért mutatni minden termelőnek, aki Pepper X-et árul, de még ne is menjünk az árulás szóhoz, mert ott hagytam abba, hogy rengeteg ilyen kinézetű chili van, és az a helyzet, hogy ezek a chilik beszerezhetőek bárki számára is. Van itt mindenféle, tehát ott lent a leírásban most oda teszem egyébként, így gyorsan így beírok pár ilyen chili fajtát, googlizatok rá, nézzétek meg, hogy néz ki, illetve belinkelem ezt az egész Pepper X-es sztorit egy cikkel, meg valamit lehet, hogy oda teszek, tehát hogy lássátok, hogy ez most éppen valóban megtörténik, úgyhogy leírást nézzétek meg. Lényeg a lényeg, hogy lehet kapni hasonló paprikákat, de az nem lesz Ed Curry-től vásárolt magból kikelt növény és annak a terméséből létrehozott szósz, vagy bármi másra, hogy felhasználják, azért, mert elmondta, hogy ő nem adja ki a magot. Tehát ő nem ad ki semmit, ő előtte szeretné most, amit legutóbb elcseszett a Reaperrel, hogy mindenki más learatta a babért, itt már mindenkinek van saját Reapere, mindenki Reapert árul, mert egyszer kijött a Reaper valahogy, és elterjedt tulajdonképpen a fekete piacon, és nyomták az emberek a Reapert orba szájba, ahogy tudták, meg lehet, hogy ő az elején naív volt, és akkor adott is magot, meg akkor ott valahogy. Tehát a Reaper az már végül is egy ilyen bevonták a mezőgazdaságba jobban, és ebből neki nem esett le annyi,
pénzre gondolok itt főként, és most azt hiszem ezt is nyilatkozta, hogy amíg ő nem profitált ebből megfelelően, addig nem fog árulni magokat, hanem szósz formájában lehet megvásárolni tőle, tehát hogyha te PepperX-et akarsz venni igazit, akkor meg kell venned tőle ezt a szószt, amiben PepperX van, azt hiszem 91%-ban még hozzá. A színe mondjuk pirosas a képeken, amit nem értek, lehet meg van színezve, vagy van, nem tudom, mindegy, ez nem is érdekel igazából engem, hanem maga az átverés része érdekel, amit már a magyar meg is kezdett. Hihetetlen egyébként, tehát olyan arcbőrrel rendelkeznek egyesek, hogy az irigylésre méltó egyszerűen. Tehát konkrétan le van írva, hogy nem lehet kapni PepperX-et, magokat, és van, akinek már van, és képzeljétek el, hogy kitől, hát a Primótól van, és meg van magyarázva, hogy az ugyanaz, nem ugyanaz, és tudjátok, hogy miért nem ugyanaz? Azért, mert az Ed Curry szépen bement, beslattyogott ilyen helyekre, és elintézte a Guinness rekordot. Tehát ő ebben munkát fektetett. Nem úgy, hogy ott valaki a kanapén fekszik meg az internet előtt, és akkor jaj, hát ez egyébként az én fajtám, meg mondhatjátok rá, hogy PepperX, meg mit tudom én, mi a faszt, mert ez egy ilyen süttyó lehúzás az egésznek, meg kell nézni, hogy milyen körökben mozog az a Primo emberke is, és meg kell nézni, hogy kik hozzá kapcsolódó arcok, és akkor hamar kiderülnek az érdekszövetkezetek, hogy kinek mi a jó ebben, és nyilván le lesz húzva ez a PepperX mizéria is, de a lényeg, hogy ő is ugyanúgy bemehetne Guinness rekordokat állítgatni, de nem megy be, és erre meg lehet azt mondani, hogy hát, hogy nem kell ehhez papír, hogy elhiggyék az emberek, de kell, mert ez biznisz, ebből pénzt csinálnak, és ehhez kell, és ez nem így működik, hogy csak úgy fogja magát egy bármelyik termelés, azt mondja, hogy neki PepperX-e van, mert nincs PepperX-e, mert van egy ember, aki ezzel foglalkozott, ebbe munkát tett bele, annak ellenére, hogy tök mindegy, én nem tudom, de majd előadja majd itt a nagy Chili Maestro úgyis biztos egy videóban, mert ő mindent jobban fog tudni a valóságnál, hogy mi is az igazság, de ennyi a lényeg, hogy ő valaki fogta, szépen bement, megcsinálta ezeket a teszteket, lemérték, hogy igen, ebbe ennyi és ennyi kapszai cím van, és Guinness rekord, tessék, és ez az, amit meglovagol utána a süttyó brigád, akik nem is azt a PepperX-et árulják, hanem valamilyen faszom tudja, Big Mustard, mama mondom, azt árulják nagyon, de van még egy csomó más is, van mustár moruga is egyébként, vagy mustár Reaper is, meg mindenféle mustár van, ami hasonlít akár rá, azt elkezdik árulni, beletesznek még esetleg kapszaicin kivonatot, és ott a PepperX, és simán rámondják, és simán más faszával verik egyébként a csalánt is, mert mondván, hogy ugyanaz a kettő igazából. Hát annyira jó barát ez a Primo bácsi, meg ez az Ed bácsi, tehát köztudottan a legjobb barátok a földön, hogy ők igazából kézen fogva ott ők csinálják ugyanazt. Nem csinálják ugyanazt. Úgyhogy mindenki, aki PepperX terméket lát, írjon Ed Currynek, mutassa meg, hogy szerinte ez tőle van-e a hozzávaló, és kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd reagálni Ed Curry erre. Majd megnézzük ezeket a dolgokat, hogy ez hogy működik a valóságban, úgyhogy az az érdekes nekem továbbra is, hogy lehet ennyire lealjasodni, kijön ez a hír, és már valaki kirakja, hogy most már ez számít a legerősebbnek. Eddig nem volt a legerősebb, tehát ennyire a fogyasztó se lehet egyébként primitív, tehát azért is hozom ezt a videót itt most létrehektek, hogy ne legyetek már ennyire fogyatékosak, hogyha azt mondják egy csilire, hogy sokkal erősebb, mint az elődje, akkor azt érezni fogod, és nem úgy fogod megérezni, hogy megmagyarázzák, hogy hát ez úgy erőben úgy nem annyira csíp, hanem olyan bizsergetően, meg mit tudom én, mi a fasz, nem, a csípés az kurvára kell, hogy csípjen, vagy csak máshogy csípe, vagy nézzétek a tesztvideókat, és ezért jók a tesztvideók egyébként,
legalábbis az enyémek ezért jók, mert mi a csípőséget is kielemezzük, és itt nem azt kell érteni sosem, hogy mennyire csíp, hogy hú de Istenem, mindjárt összefosom magam tőle, hanem hogy a szádban, hogy csíp, hogy milyen, tehát a csípés maga, hogy hat az emberre, ezt is vizsgáljuk közben, és nem, tehát attól, mert máshogy csíp, attól még kurvára csíp egy csípős, tehát ez sem igaz, hogy majd kevésbé érezni csípősnek, meg akkor azt mondjuk, hogy hát jó, eddig a Reaper-t toltuk úgy, hogy ez a világ legerősebb chilije, akkor most már toljuk a Pepperix-et, mert hát most már ez van papíron, ilyen nincs a világon, innen is látszik az, hogy az eredeti helyről kell megvenni a magot, amit nem lehet megvenni, mert nem árusítja egészen egyszerűen, okulva a Reaperből, mint ahogy már mondtam, hogy le lett húzva ezzel, és igazából nem ő aratta le a babérokat, stb. Lehet ugye megint szavatkozni azzal is, hogy nagyon sokféle ilyen chili van, ami hasonlít rá, de mondom, mindegyik akkor menjen be, aki összeporozgatja otthon, az és létrehoz egy ilyen színű, meg hát inkább színű szósz, mert csak ennyit tudunk róla, de még a színét se tudjuk jól, mert mondom, a képeket, hogyha jobban megnézitek, akkor az eddig elterjedt képekhez képest köszönő viszonyban sincsenek, tehát ez is azért fake, na mindegy, tehát hogy meg kell nézni ezeket a dolgokat, hogy honnan van a mag, honnan van a termés, és rá fogtok hamar jönni, hogy már megint át vagytok baszva, és én már megint fel vagyok háborodva, úgyhogy lehet örülni, végre van egy ilyen videó is, és az a jó ebben az egész dologban, hogy ezt most az elejétől követhetjük, direkt csináltam is egy ilyen videót, hogy az elejétől, aki esetleg rákeres erre, és idáig eljut, de nem is kell idáig, mert már az előző percekből kiderült, hogy mi a helyzet. Tehát aki idáig eljut azért, hogy ő legyen legalább képbe azzal, hogy van az ember ilyen kicsi szinten is hülyének nézve. Tehát ez egyszerűen hány inger gerjesztő szerintem. Ez nagyon hitvány dolog, tehát konkrétan valaki elintézi, hogy legyen Guinness rekorder a Pepperix, és másnapra már jön egy hónajhajtás, egy fattyúhajtás, hogy magunknál legyünk, vagy hát hogy megtartsuk a hagyományokat, jön egy fattyúhajtás, és azt mondja, hogy hát egyébként az enyém is ilyen. Megjön meg egy másik, hát egyébként az enyém meg erősebb. És megmásszák ugyanúgy másnak a munkáját, mert ez az ő munkája, hogy Guinness rekord lett, mondom, ezt elismételem még százszor is akár, tehát ez az ő munkája, és akkor jön valaki, osztogatja magukat ingyen azért, hogy rontsa a másnak a renoméját itthon Magyarországon, meg visszafogják a saját magukat, és azt vetik el, tehát nem úgy van ám, hogy mindig újat vesznek a helyük a termelőtől, hanem visszafogók magukat ültetgetnek el, és akkor az a Pepperix, mert ilyen zöldes, mustáros színe van. Nem attól lesz Pepperix, hanem hogyha konkrétan attól a cégtől jön, aki ezt forgalmazza. És ennyi. Tehát nem tudom, hogy lehet mindig lesülje. Mindig lejjebb tud menni a magyar csilis társadalom, de ez nem csak a magyar, mert ahogy így olvasgattam a témában, a külföldiek is egyből betalálták ilyen cinikus megjegyzésekkel, hogy hát, hogy azért sajnálom, hogy nem 3 millió. Tehát, hogy így cukkolják az embert, még meg kell nézni a videót, a leírásban ott lesz a cikkben a videó is, ahol így bemutatják. A faszi majdnem elsírja magát, miközben gratulálnak neki, tehát azt én nem hiszem, hogy megjátsza egy ember, tehát ő ezt belül, ő ezt éli. Tehát nekem kurva mindegy, hogy ki mit mond, hogy milyen ember, ő ezt valószínűleg éli, ezt a csilis dolgot, és ebbe tényleg ő beletette a dolgát. Tiszteljük már meg annyi, vagy nem vagytok akkora csicskák, hogy így fogjátok, és azt mondjátok, hogy ja, nekünk már régóta van Pepperix szószunk. Az kurva mindegy, hogy eddig csak túlárazva árultuk,
mondván, hogy terjednek róla legendák, és a hülye barom magyar, meg a hülye barom bárki más megvette feláron a natúr szarfost, ami ráadásul nem is az, aminek árulják. És akkor most már, és ezt így lazán kijön. Tehát ezen is meg vagyok rökönyödve. Hol van a népi? Hol a faszomban van ilyenkor a fogyasztóvédelem, vagy bármilyen szervezet, aki azt mondaná, hogy stop van, gyerekek, azért vegyétek már észre, hogy már a fasznak is van egy vége, hogy van egy határ, amit meg kellene húzni a pofátlanságba, mert már ez tényleg már a csúcs, amit itt döntögetnek emberek, hogy simán fogják és kirakják azt, hogy Pepper X-ük van, de nyilván jogilag csavarnak rajta egyet-kettőt, mert azért annyira nem fasz a csávó egyik se, hogy kiírja, hogy Pepper X, bár van egy kis hülye, aki igen, hogy mégis ne lehessen belekötni, tehát, hogy úgy utalnak rá, hogy ez a Pepper X lehet, hogy csak az, de erről már egyébként ugye volt videó, amikor kóstoltam az egyik ilyen hulladékot, hogy megcsavarják, tehát, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy ez 100%-osan az, de minden ki tudja, hogy arról van szó, csak leírva nem az van. És akkor ezzel ugye el van intézve, de emberileg, meg a jellemileg, meg minden, hogy nincsen ez elintézve, úgyhogy kedves vásárlók, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mi az a Pepper X, remélem ezzel a videóval sikerült megértenetek azt, hogy mi az a Pepper X, meg hogy juthattok Magyarországon Pepper X-hez. Röviden sehogy, szerintem még évekig sehogy, annyit látok esetleg esélyesnek, hogy valaki talán behozza a szószt, bár mivel Amerikában van ez az egész dolog, nem hiszem, hogy meg fognak sértődni a kis szaros Magyarországra, nem fog senki rendelni tőlük Pepper X szószt. Az, hogy maguk mikor lesznek eredetiek, azt majd megtudjuk, meg majd figyeljük ezeket a dolgokat, és akkor majd mindenképpen lesz róla szó, de jelen esetben nincsen elérhető mag, nem tud venni az ember Pepper X-et, csak is kizárólag szósz formájában, attól, aki kinemesítette, és tiszteljük meg azzal, hogy aki elvitte tényleg, és beletette ezt a munkát, hogy megint a világ erről beszél, hogy van megint egy világ legerősebb paprikája, akkor ne az legyen már, hogy a hátán ilyen csíra módon mászik fel a suttyó, hányinger gerjesztő ember, gyerek, zöme, hada, mert ez tényleg kritikán aluli. Na mindegy, ez a magyar és egyébként a nemzetközi csilis valóság is, amúgy csak úgy szólok, semmi meglepő nincsen benne. Ez az oldal viszont arra van, hogy tisztán lássatok, és próbáljátok gondolkodni, mert ez nagyon nem sikerül. Megpróbáljátok megérteni a szavakat, hogy a szavak mit jelentenek, hogy nem mindenféle hülyeséget lássatok a világban, hanem értsétek, hogy miről beszélnek az emberek, és legyetek tisztelettel a másik felé, de az ilyenek felé nem kell tiszteletet kimutatni, akik hozzák ezt a színvonalat, amiről most itt szó van. Na, összegezzük akkor a videót. Lent a leírásban találtok egy csomó fajtát, amit nyálazzatok át, hogy néz ki, valószínűleg azzal fognak hülyíteni titeket sokan, ne dőljetek be, Pepper X-et nem tudtok venni, sehol a világon, mondom, csak úgy, hogyha közvetlenül a cégtől veszitek meg a kész szószokat, mert több szósza is lesz elvileg, meg van is már egy-kettő, amiben használja ezt a paprikát, nem a Primónak a Big Mustard mamája, a Pepper X papíron, legalábbis neki erről nincsen semmije, én még nem láttam, nincsen Guinness rekord felállítva se, semmi se, úgyhogy ennyi erővel én nekem is van, elrakja például mustár T-rex, de az egy saját fajta, mert a levele meg lila volt, tehát elnevezem mustár rév chilinek, és akkor én is elmondhatom, hogy nekem is van mustár szószom, most nem raktam ide, de majd úgy is mutatom nektek Instagramon, meg a csoportba, a Discordon, meg tudjátok majd nézni, milyen lesz, mikor kész lesz, és az is kurva erős, képzeljétek el, de nem Pepper X, és csak ennyit akartam mondani, hogy legyetek tudatos vásárlók, és nézzétek meg, hogy mit vesztek, tájékozódjatok, és kérdezzétek meg Ed Currytől, hogyha esetleg nem tiszta, hogy biztosan tényleg ő adta-e a nevét is a Pepper X szószhoz, vagy a Pepper X nevet kikerülő, de Pepper X-re teljesen hajazó szószhoz, tehát adta-e a nevét, vagy sem, ezt kérdezzétek meg tőle, ne tőlem.
örülök, hogy van ez a YouTube, mert így ki tudom adni az ilyen indulataimat, és nem rágódom rajta. Reagáljatok rá, hogy mit szóltok ehhez, hogy már megint idáig süllyedtünk, hogy már 2 perc után van magyar Peperix, és tényleg az a kommunikáció, tehát hogy eddig azt mondták, hogy azért a Reaper erősebb, amíg nem voltak benne biztosak, hogy igaz a pletyka, hogy a Peperix a legjobb, vagy hát erősebb, és ahogy erősebbnek nyilvánították papíron is, úgy elfogadják, és fölé helyezik a Reapernek. Bár azért hozzáteszik, hogy nem annyira erős, azért, mert nekik nem az a Peperixük van, ami a Peperix, mert nem Peperixük van, tehát ez a lényeg, hanem valamilyen hasonló chili. De ezt mondom, mindenki nagyon érezni fogja, hogyha megkóstolja. Megkóstol egy Natur Reaper szószt, és megkóstolja, megrendeli Amerikából a Peperix szószt, és össze tudja majd hasonlítani, és ott nem lesz kérdés az, hogy kell megmagyarázni, hogy egy bizsergő érzés, és nem annyira basszam szét az embert az erő. A teszt lesz az, ami el fogja dönteni. Sajnos hozzánk nem tudom, hogy mikor kerül be. Valószínűleg az ilyen chili evőversenyeken résztvevőköz hamarabb el fog jutni ez a Peperix, viszont szólnék, hogy ott nem érdek, ugyanis a kis szövetkezetnek a Primo a haverja. Úgyhogy ott nem fogtok jó pontot nyerni itt a Peperix-ezéssel, tehát valószínűleg, mivel itthon abban a ligában játszanak a chili evő emberkéink, nem fogják a Peperix-et hype-olni, és ez ezért, mert az érdekek találkoznak ezen a színtéren is. Szánalmas. Na, csóklász!